A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig, leginkább Németország hesseni, rajnavidéki, württembergi és bádeni területeiről. Egyrészt azért, mert ugye a török háborúk után itt a tolnai, baranyai, somogyi, tehát a volt kettős adózású területek kiürültek, tehát itt egyfelől lakossághiány keletkezett, másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túl népesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább ugye a másod-harmad szülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak, mert az első szülöttek azok hát vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságba. Tosan van a jelenlévők közül nagyon sok, aki a betelepülőknek a kései leszármazottja. Ebben biztos vagyok. Bonyhád annak idején még a háború előtt 85%-ban német lakossággal rendelkezett, katolikusokkal és evangélikusokkal, illetve kisebb létszámban reformátusokkal. Müller György kiemelte, saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, ha a gyökereinket is ismerjük. Az előadó a témát korábban könyvformájában is feldolgozta. Érdekes dolgokat is fog mondani, hisz ő egy háromkötetes könyvet is készített a betelepülő családokról, az, hogy honnan érkeztek, hova kerültek, és az egyik legutóbbi kutatása az volt, hogy a Heberling családot megtalálta Németországban, pontosan ők honnan érkeztek, Tolna megyében Cikóra mentek például először, hisz Cikón először protestánsok laktak, és amikor a katolikusok többségbe kerültek, akkor onnan elkerültek Bátapátiba, és meghívtam a Bátapátiban még mindig vannak leszármazottak, valamint még Szekszárdon is, és sikerült őket is ide csalogatni, úgyhogy nagyon sokan jöttek el az előadásra, én ennek nagyon-nagyon örülök. A protestáns németek Németországból útra keltek, az egyik oka az volt, hogy megvolt ez az ellentét a reformátusok, evangelikusok és a katolikusok között, sokszor ez vérre menő volt, és ez is az egyik ok volt ahhoz, hogy ők útra keltek. Ebben az évben ünnepeljük Bonyhád újratelepítésének a 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek, ők frank részről érkeztek 1724-ben, és velük Kun Ferenc kötött letelepedési szerződést 1724. augusztus 1-én. Ezért is ebben az évben egy emlékévet tartunk, és különböző programokat szervezünk az egész év során. Az egyik ilyen programunk volt előző hónapban, amikor dr. Penc Kornél a katolikus családfakutatásról, vagy összességében a családfakutatásról beszélt, hisz ő az Országos Német Családfakutató Egyesületnek az elnöke. Tehát összességében a családfakutatásról beszélt, és ezen belül is a katolikus családfakutatásról. És mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek reformátusok, és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. De az legelső német telepesek azok a svábok voltak, és mégpedig Tevelre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól Bonyhád környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Amikor a németek megérkeztek, kaptak adómentességet, ha ez megszűnt, elköltöztek másik településekre, így kialakult egyfajta belső vándorlás is. Amikor az elsők megérkeztek, akkor nagyon mostoha körülmények voltak itt Magyarországon, ezért is mondják azt, hogy a die ersten fanden die Tod, die zweiten die Not und nur die dritten das Brot, tehát az első telepeseknek a halál jutott, a másodiknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret. Tehát ez egy ilyen mondás, amit hát
elfogadunk, hisz tudjuk, hogy milyen körülmények voltak, mik fogadták az első betelepülőket. Azért is jó, hogy néhányan nagyon komolyan foglalkoztak ezzel a családfogkutatással, mert van hova nyúlni. Én a saját családfámat elkészítettem, ugyanis az én családom nagy részét kitelepítették Németországba, és Németországban egy családfogkutató egyesületet hoztak létre, és megvették az adatokat a mormonoktól, így a családomat az egész 1500-as évig vissza lehetett vezetni. És ők azok, akik az egyik ág családjával együtt egy pap volt, és Nagyszékelyre érkezett, onnan a fia került Mórányra. Tehát olyan érdekes dolgok ezek, hogy az ember kicsit belássa magát, hogy hihetetlen. És a férjem ágát, az egyik ágát pedig a mostani előadó Müller György készített el. Ott az 1100-as évekig mentek vissza, mert különböző nemesi ágak is voltak benne. Tehát ilyen is volt, hogy ilyenek is jöttek. Az elnök szerint a fiatal generáció nem foglalkozik még annyira a gyökerekkel, az ember általában időskorában szembesül azzal, hogy nincs kinek feltegye az ősökről, elődökről szóló kérdéseket.